Itt vagyunk kint a Hubay Imréjék farmján, és beszélgető társunk Hubay Imre, akit eddig csak növénytermesztőként ismertem én magam legalábbis, és most tudtam meg, hogy ez a szép jó állomány az ön állománya. Hogyan is jött ez? Hogyan kezdődött? Az alapokat még a szülőkkel együtt raktuk le, és úgy látszik, hogy a gének parancsára belevágtam a juhtenyésztésbe. Racka állományom és magyar merino állományom van. Ez a törzsállomány az lassan eléri a 700-as darabszámot. És igazság szerint a kunsági ember az hagyományosan vonzódik a juhokhoz és a juhtenyésztéshez. Én is azt vallom, hogy a birka pörköltnek nincs párja, főleg a karcaki, és mivel Karcagon minden évben kipusztul egy komplett nyáj, hát igyekszünk pótolni az állományt. És akkor miért pont ezeket kezdtem, miért nem a hagyományos fajtákat, tehát miért inkább éppen azért, mert az ős magyar állatokat tartják önök is itt? Az ökológiai gazdálkodásban ez is egyfajta szempont, hogy lehetőség szerint őshonos állatokat, állatfajokat tenyészünk, és erre mind a magyar merino, mind pedig a racka egy kiváló alapot teremt számunkra, nem csak azért, mert a szerves tárgyája rendkívül hasznos a mi gazdálkodási formánkban, hanem azért is, mert a takarmány igénye az illeszkedik a mi növénytermesztési ágazatunkba, tehát könnyedén meg tudjuk termelni neki mind a szálas takarmányt, mind pedig az abrat takarmányt, és rendelkezünk ennek az állománynak az eltartásához elegendő legelővel a közelben. Milyen az állomány, mit kell róla tudnunk? Hát gyakorlatilag a tenyész állomány, a törzs állomány az már egy évtizede szelektálás alatt van, és csak azokat az anyákat szelektáltuk ki, vagy válogattuk ki, amik a legjobb genetikai erénnyel örökítik a jó tulajdonságaikat, és ehhez a rideg állattartási formához megfelelő strapabíró utódokat nemzenek. Az állományról azt tudom mondani, hogy mind a szaporulatában, mind pedig a súlyhozamában, vagy súly felépítésen, test felépítésében hozza a fajtától elvárható jelleget, és hogy őshonos fajták az már csak azért is nagyon fontos számunkra, mert itt a kunságban az állattartás, főleg a legeltető állattartás már szinte elveszőben, kiveszőben van. Nagyon nehéz lesz vissza honosítani a legelő állatokat a legelőkre, és egyáltalán legelőket, legeltető állattartást visszahonosítani a karcagi földekre, de azt gondolom, hogy erre megfelelő mennyiségű olyan adottságú terület van, ahol akár 30-40 ezer jó is legelhetne, valamint még emellett a szarvasmarha tartáshoz is megfelelő mennyiségű legelő maradna. Én azt gondolom, hogy vissza kell hozni ezt, és az embereknek meg kell mutatni, hogy valamikor régen ez volt a természetes. És mi is ezt tekintjük természetesnek, amellett, hogy azért alkalmazkodnunk kell a modern korhoz, igényekhez is, tehát gyakorlatilag már most csak ilyen skanzenszerű állattenyésztő telepeken lelhető fel ez a fajta állattartás, ez a fajta állattenyésztési forma, de reményeink szerint egyre több fiatal fog belevágni a gazdálkodásba, akár ökológiai, akár konvencionális gazdálkodás legyen, de nagyon fontos, hogy állatokkal újra benépesítsük a határt, és a természetes megtartó erejének megfelelő gazdálkodási módon műveljük. Itt szoktunk beszélni arról, hogy a gyapjú ára az most merre mozog, meg az átvételi ár, de hát gondolom, hogy önök azért jó részt saját hasznosításban dolgoznak fel ezeket az állatokat, a gyapjút azért gondolom, hogy értékesítik önök is. Hát örülünk, hogyha a gyapjút elviszik, és igazság szerint a maga a nyírás is már lassan pénzbe kerül, és már nem elegendő érte a gyapjú. Sajnos az embereknek az igénye és itt az öltözködési szokások is megváltoztak. Ilyen tekintetben ez nem a gyapjúnak és nem a juhtartásnak kedvezett. De talán azzal együtt, hogy az egészséges élelmiszerek irányában azért egyre növekvő az igény, talán majd az egészséges öltözet irányába is nyitni fognak az emberek, és felismerik, hogy nem elég egészségesen élni, hanem ahhoz megfelelő egészséges textíliákkal, egészséges bútorokkal kell körbevenni magunkat, különben az is megbetegíthet bennünket. Úgyhogy nálunk a
tavaszi birkanyírás az gyakorlatilag azzal telik, hogy keressük a helyét a gyapjónak. Sajnos nem nagyon van rá kereslet, de bízok benne, hogy ez is egy fajta fordulópont előtt áll, mint ahogyan már az étkezési szokásokban azért megfigyelhető egyfajta tendencia az egészséges, hagyományos ételek, élelmiszerek és ízek felé való elmozdulásba. Az állomány tekintetében azért gondolom ön is bizakodóan tekint 2013-ra. Igen, talán a korai jelés annak is köszönhető, hogy hosszú volt és száraz volt az ősz, tehát az anyák hamarabb termékenyültek, és az, hogy most gyakorlatilag hetekkel az ellés átlagos megkezdése előtt már vannak kis bárányok, ez is azt jelzi, hogy egyébként az állomány erős, és mind fizikumában, mind pedig genetikai erényében a legjobb tulajdonságokat hordoz, és képes olyan körülmények között is reprodukálni magát, ami egyébként a száraz ősznek egy sajátossága, hogy nem kedvez az állattartóknak, nem kedvez a rétlegelő állapotának, viszont bízom benne, hogy majd a tél bepótolja azokat a elveszített csapadékmennyiségeket, amiket nagyon vártunk, és nem jöttek meg az ősszel, és egy olyan tavasznak nézünk elébe, ahol mind az időjárás, mind pedig a más ökológiai tényezők azért nem nehezítik meg túlzottan a dolgunkat. Hát reméljük, hogy így lesz, és akkor minél több kis bárányt kívánunk önnek, és vissza fogunk térni majd húsvét előtt, hogy megnézzük, hogy akkor mennyiről tudunk beszámolni, hiszen most még egy-kettő van, de akkor azért gondolom tömegével lesznek. Igen, hát én két héttel ezutára gondolom a nagyobb baby boomot itt az állományban, de ettől függetlenül még húsvétkor is lesznek azért teljes bárányaink, és ha esetleg valakit ez a fajta étel, ez lázba hoz a báránysült, hát engem is, tehát a húsvéti ételek között nálunk a bárány vezeti a nagybőt utáni első húsvétet. Azt kívánom, hogy legyen egy jó éve a 2013, és esetleg a gyapjú kérdés gondjai is oldódjanak meg idén. Hát nagyon szépen köszönöm, én is hasonló jókat kívánok a kedves tévénőzőknek, önnek is szerkesztőasszony, Erzsike, és azt azért még hagyj tegyem hozzá, hogyha lehet ilyet kívánni mindenki másnak, és nagyon boldog, szerencsés, sikeres új esztendőt kívánok, és legyen egy olyan év, legyen egy olyan felkészülésnek az éve, amikor tényleg valami jobbra, valami kicsit biztatóbbra tud mindenki készülni. A 13-as szám egyébként is egy szerencsés szám, hogyha a Jóisten hozzásegít bennünket, akkor erőben és egészségben éljük meg a 2014-et is. Köszönjük szépen, és reméljük így lesz. Reméljük így lesz. Tehát ilyet a hó.